Szeretettel köszöntelek a Töltsd fel a fájlokat című csapatkihívás útmutató videójában. Megváltozott a honlapunkon a fájlkezelő alkalmazás, ezért több száz fájlt kell újra feltölteni a honlapra, és erről szól ez a kihívás. Ehhez mindenképpen az Iroda nevű felhasználóra lesz szükséged, amelynek a leszavát el tudod tőlem vagy Tomikától kérni Messengeren, e-mailben vagy telefonon, úgyhogy én most be is lépek, és ezzel a felhasználóval lesz jogosultságod valamennyi csoportba feltölteni a fájlokat, ugyanis miről is van szó. A csoport oldalakon eddigi felhalmozott fájlokat kell újra feltöltenünk, és erről szól ez az útmutató. Szóval ez mindenképpen, hogy be kell lépjél, és hogyha beléptél, akkor a honlapon kívül a fájlokra lesz szükséged, ez pedig egy külön linken éred el, a 929mi.hu/fájlok. Ha ezt ide beírod a böngésződbe, akkor már is eléred a ideiglenes tárhelyét ezeknek a fájloknak, és innen megtekintheted, hogy mennyi mappa van, és azokban fájlok, amiket fel kell tölteni. Ugye értelemszerűen ezeket először le kell töltened a gépedre, és utána tudod a csapat honlapon a megadott csoportba feltölteni. Most ebben a oktató videóban egy mintát fogok bemutatni, és akkor hasonlóan kell csinálnod a kihívás során a többit. Ugye a fájloknak a neve, a mappáknak a nevei tartalmazzák, hogy hova kell őket feltölteni. Tehát megadva itt van az elején, hogy melyik csoport oldalra, és minden csoport oldalon vannak ugye fájlok, fül, és a fájlok fül alatt kell általában egy mappát létrehozni. Ha nincs oda írva a fájlok fül mögé, hogy mappa, akkor csak simán a fájlok fül alá. Mindjárt mutatom is, hogy lásd. És előfordulhat, hogy rejtett mappát kell létrehozni, ez azt jelenti, hogy csak a jogosultságát be kell állítani, csak csapattagoknak láthatóvá. Itt a csoportoknál, akkor én kiválasztok most egy mintát, legyen a Scorpio-os csoport oldalára feltöltendő fájlok. Ugye egy-egy mappán belül mindenféle fájl van, tehát képek, Excel fájlok, Word fájlok, PDF-ek, ez ne zavarjon, és minden egyes mappában található egy leírás is. Ezt mindjárt mutatom, hogy mire lesz szükség. Úgyhogy most akkor ezt a Scorpio ős fájl feltöltési mappáját letöltöm a gépemre. Itt lehet letölteni. Akkor egy tömörített állományként le fogod menteni, és ezt egyből ki is tömörítem. És utána már belépek a mappába, ahol a következőket láthatom. Ugye itt vannak maguk a fájlok, mindenféle klikszklax névvel, és itt van ez a bizonyos leírás, 00 címek leírások című Excel fájl. Ha ezt megnyitod, akkor láthatod, hogy melyik a fájl neve, a hozzávaló cím és a leírás. Előfordul, hogy nincs leírás, akkor természetesen semmit nem kell odaírni, és amit talán is előfordul, nincs cím. Ugye a fájl név biztos, hogy van, és az látható, hogy ez egy ilyen fájl név. Akkor most mutatom a fájl feltöltést, mert ez ennyire egyszerű lesz. Ha a csapat honlapon megkeresem ugye az adott őrsnek, az adott csoportnak a oldalát, ilyen esetben ugye egy őrsről van szó, más esetekben nyilván a megfelelő rajt munkacsoportot kell megtalálnod a honlapon. És hogyha rákattintottál, akkor már is a csoport oldalán láthatod ezt a bizonyos új fájlok fült. Itt láthatod azt is, hogy megváltozott ez a sáv, tehát a fülek sáv, és most már nincsenek külön fájlok, képek, videók, egyebek. Most mindent egybe fogunk gyűjteni, és ez a fájlok fül lesz. És ilyen egyszerű lesz a dolgunk, ugyanis itt mappánként lehet feltölteni, illetve egyesével is. Értelemszerűen most mindig mappás feltöltésről lesz szó, tehát rákattintasz az új mappa létrehozására, és akkor a cím az a itt leírtak szerint Scorpio csoport oldal fájlok fül képek mappa, tehát itt létrehozok egy képek mappát, ez lesz a neve.
elérhető legyen mindenkinek, ez fontos, ide a képeknek nem kell leírása, mappa névhez, és itt tudod beállítani, hogy publikus legyen, vagy csak a csapattagok lássák. Ugye abban az esetben, hogyha rejtett mappát töltesz föl, akkor itt rá kell menni, hogy users, de én most itt publikusra rakom, többivel nem is kell foglalkozni, és már létre is hoztad a mappát. Amint ez létrejött, látsz itt egy ilyen ikont, és ez lesz a képek mappa. Hogyha ebbe belemegyek, akkor tudom ide feltölteni a fájlokat, és itt van, hogy új fájl feltöltés vagy hivatkozás, és ha erre rákattintok, akkor egy nagyon egyszerű fogd és vidd műveletet végrehajtva, most újra visszajövök a fájlaimhoz, ugye értelemszerűen a leírást nem kell feltölteni, csak a fájlokat, és ha ezt kijelölted, akkor egy fogd és vidd művelettel át itt láthatod, hogy minden egyes fájlt külön megjelenít, és mindegyik fájlhoz tudsz írni címet és leírást. Ez azért fontos, mert a fájl neve ugye általában bármi lehet, és át is alakítja a rendszer, viszont a kereshetőség miatt a címek, leírások nélkülözhetetlenek lesznek. Akkor ebben az Excel fájlban látható, hogy melyik fájlnak mi a címe és mi a leírása. Ez nagyon fontos, hogy amikor ideírjuk, akkor utána egyből mentsünk is. Most mutatom a példát. Itt a 608-as végű fájlhoz megkeresem a címet, bemásolok, címhez, utána a leírást, mellette levő leírást, és egyből mentem. Aztán megyek tovább, a következő fájl 6F6, ennek a címe itt van, található, bemásolom, mellé való leírást is, és egyből mentem. És így kell végigmenni az összes fájlon. És a végén a kész gombra rá lehet kattintani, és már kész is van a feltöltésed, az összes fájl az adott leírással fel lett töltve. Ilyen egyszerű ez a feladat, ezen kell végigmenned, abban a pillanatban, hogyha úgy érzed, hogy elkészültél, akkor a csapat hősök oldalán mindenképpen írd be a hírfolyamba, hogy mit csináltál meg, és mennyi feltöltést végeztél el.